Michael J. Sullivan, Kardok kora, 17. fejezet, Grombak. Furcsa, milyen megtévesztő lehet az első benyomás. Amikor először találkoztam Grombakkal, nem tetszett nekem a fickó. Egy hétbe került, hogy végleg meggyűlöljem azt a családság hátsó fertáján kelt gennyedző pattanást, azt a szakállas hazugot, azt a törpöt. Brin könyve. Egyszer régen Suri elkövette azt a hibát, hogy egy bottal levert egy darázsfészket. 8 éves lehetett, és nem tudta, mit talált. A juhar ágról lecsöngő valami úgy nézett ki, mint egy különös gyümölcs, vagy egy szokatlan kinézetű, óriási, sárszínű hagyma. Ez még azelőtt volt, hogy megismerte volna Minnát, aki biztosan figyelmeztette volna, hogy ne csapjon rá a különös, szürke pöffetegre a fűzfaággal. Ugyanis mindig Minna volt a bölcsebb kettőjük közül. Emlékezete szerint jól elpáholta a fészket elég kíméletlenül ahhoz, hogy az leszakadjon a fáról. Az egész gömb a lába elé esett, épp ahogy Suri remélte. Azt tervezte, hogy felvágja és megnézi, miféle nyalánkság rejtőzik a belsejében. Imádta az almát és a szamócát, ez pedig mindkettőjüknél sokkal nagyobb volt. És bár a titokzatos gyümölcs kívülről nem látszott túl incsiklandónak, ez nem jelentette azt, hogy belül nem lehetett ízletes. A dió is tökéletesen példázta ezt az igazságot. Amint a kerek valami végigpattogott a földön, Suri észrevette, hogy szokatlanul sok zümmögő rovar áradt ki belőle, amitől csalódottá vált. Ennyi rovarral a belsejében a gyümölcs már biztosan megrohadt. De kíváncsi volt, mi lehet még odabenn, ezért másodjára is alaposan elnáspágolta a gömböt. Hullámként zúdult ki a belsejéből minden. A baljós, felhő, haragos, gyűlölködő, csak nem sziszegő zümmögést hallatott. Suri már 8 évesen is felismerte, ha valami veszélyes. 6 évvel később az apró emberkék földjén ugyanezt a félelmet érezte. A többiekkel a széles lépcső alján állva a lány kövön tapodó csizmák dörgését hallotta. Egy derk horda nagy lármával sietett lefelé, csak remélette, hogy ez a találkozás nem lesz olyan fájdalmas. A darazsakkal ellentétben a dergek tömege lefékezett, amikor meglátták Surit és a társait. Körülbelül 50-en lehettek, többségük hosszú szakálló fickó. Rikító kék, narancs, vörös és sárga színű ruhákat viseltek. Az egyikük az összes színt rázsúfolt a hosszában csíkos harisnyájára és kockás tunikájára, amiről Surinak az a madár jutott eszébe, amely tavasszal látogatott el a sarló erdőbe. Minna egyetértett a lánnyal abban, hogy ez a madár túlságosan is ki akar tűnni a tömegből. Az egész csapat mozdulatlanul állt, és őket nézte. Az arcokon döbbenet, félelem és harag keveréke ült. Egyszer csak az egyik derg előre lépett. Neki volt a legméretesebb, legfehérebb szakálla, és hosszú, sárga inget viselt, sötétkék mellénnyel. Legott, kiáltott fel, a szemét fagyra mereztve. Vagy árra? Suri nehezen különböztette meg kettőjüket. Fagy megszólalt. Gyorsan beszélt azon az akadozó nyelven, amely Surit a kutyaugatásra emlékeztette. Akármit is mondott a törp, a lépcsőn állók arckifejezése jottányit sem változott. Az apró emberkék egyike, egy sötétpiros inges, rövid barna szakálló fickó lassan lejött a lépcsőn, majd hátát még mindig a falnak fordítva körbejárt a teremben, mintha egy magas sziklaperem szélén egyensúlyozna. Amikor átjutott a túloldalra, eliramodott az egyik folyosón. Fagy szavait éles replikák követték, és ekkor mind fagy, mind ár, hangos veszekedésbe kezdett a csapattal. Suri egy szót sem értett, csak olykor egy-egy elejtett elfet és runát, valamint azt is kiallotta, hogy fagy, megemlíti Perszefóné nevét. Perszefóné is próbálta követni a szóváltást, közben tanástalan, ám aggódó pillantással tekingetett hátra a többiekre. Ezzel azt jelezte, hogy
Fogalmam sincs, és remélem minden rendben lesz. Legalábbis Suri így értelmezte a törzsfő összevont szemöldökének néma üzeneteit. Minda is gyakran vágott ilyen képet. Valahonnan messziről lárma ütötte meg a fülüket. Még több szakállas emberke ömlött be a folyosókról, akik körbevették Surit és társait. Az újonnan érkezettek hosszú botokat tartottak a kezükben, amelyek csúcsára szekercefejeket és szürke fémhegyeket illesztettek. Páncéljuk ugyanebből az anyagból készült, arcokat pedig sisak takarta. Ne te itt semmit, intette a lányt Arion Freyjul. Suri nem értette, mit is tehetne, és miért nem kellene azt tennie, akármi is legyen az. A fémcsisakosok a hegyes láncsákkal nekiálltak mindenkit az egyik oldalsó alagút felé szorítani. Suri és Arion álltak leghátul, úgyhogy a hátraarccal a sor elejére kerültek. Ők vezették tehát a menetet végig egy hosszú folyosón, le egy lépcsősoron, majd a sarkon túl egy újabb lépcsőn lefelé. Végül megálltak egy fém ajtó előtt. Az egyik emberke előre nyomult, aztán betessékelte őket. Suri leszövekelt. Odabent korom sötét volt, sem ablak, sem egyéb fényforrás nem fette fel a hely természetét, és nem tetszett neki, hogy arra kérik, arra utasítják, hogy lépjen be. Minna sem moccant. Mindketten úgy tettek, mintha nem látnák, hogy a kis ember a karját lengeti, mutogatva, hogy menjenek be. Hátulról fenyegető kiáltás érkezett, Suri továbbra sem adta be a derekát. Arion megkerülte a farkast, megfogta Suri kezét, és behúzta a lányt a helyiségbe. Hátul a többiek is becsoszogtak, és az ajtó bezárult mögöttük. Suri hallotta és érezte is a csattanást, amitől megborzongott. Nem szerette a szűk helyeket, ahonnan nem tudott kiszabadulni. A rólokat is csak azért viselte el, mert tudta, hogyan kell kinyitni az ajtókat, de amikor első alkalommal záródott rá egy, páni félelmében a kőpadlóra vetette magát. Ha Tura nincsen ott vele, és nem mutatja meg, hogyan kell kinyitni az ajtót, nem is tudta volna, mit évő legyen. Most a sötétben állva Arion kezét fogta, és úgy szorította, mintha csupán az öt új kötné a világhoz. Zöld derengés áradt be a folyosóról, az ajtókeret szálka vékony lepedéseit, és a körben állók arca csak közvetlen közelről látszott. Minden egyéb eltűnt a feketességben, a padlót és a falat is beleértve. Suri megpróbálta elképzelni, hogy egy gigászi térben egy hatalmas barlangban vannak. Meggyőzte magát arról, hogy az ajtó igazából nincs is erre teszelve, bár hallotta a fém csikordulását. Az a hang bármi lehetett, mondta magának. Ennek ellenére nehezen kapott levegőt. Mi történik? Szólalt meg Moja. Nem tudom, felelte Perszefóné. Mind itt vagyunk, egy kukkot sem látok. Suri, jött Arion hangja a sötétségből, nyújts fényt. Nem tudom, hogyan kell. Meg kell keresni a szálakat, amelyek fényt szülnek. Biztosan láttad őket, amikor az óriást akartad kiszabadítani. A lány tudta, miről beszél a tanítója, ugyanakkor mégsem. Turának is voltak hasonló élményei. A véllátó olyanokat mondott neki, hogy menj le a zöldséges pincébe, és hozz fel egy kosárnyi gyékény buzogányt. Tura úgy mondta neki ezt, mintha Suri nap mint nap gyékényt hozna, és bármit is tudna a kosárról. Természetesen nem tudott. Tudta, hol van a pince, mik azok a buzogányok, és tökéletesen értette a kosár szót, de a pincében sohasem tartottak gyékényt. Nem volt könnyű kitalálni, mit keres Tura valójában. Most Arion is ezt kérte tőle. Keressen meg valamit, amit elvileg könnyű felelni, mégsem az. Amikor legutóbb ilyesmire kérte a Mirelit, a lány véletlenül megölte Rapnagárt. Ráadásul akkor odaként tartózkodott a szabadban. Mellesleg a művészethez el kellett volna engednie Arion kezét. Nem tudok. Semmi baj, Suri, nyugtatta meg Perszefóné. Rohan, itt vagy? Igen. Brin,
Én is. Fagy! Nem jött válasz. Ár! Eső! A törpök nem válaszoltak. Suri megszólalt. Minna itt van. Hála legyen a nagy anyának érte, horkantott Moja, mire Perszefóné nagyot sóhajtott. Mi történik? Kérdezte ezúttal Brin. Minket most kezdett bele Arion, de rövid szünet után Frey nyelvre váltott. Hogy mondjuk, hogy fogságban vagyunk valamilyen büntettért? Perszefóné tolmásolt. Letartóztattak? Honnan tudod? A derg nyelv nyomokban hasonlít az ősi Freyre. Nem értettem mindent, de ennyi is elég volt. Miért tartóztattak le minket? Ismét Brin kíváncsiskodott. Mi rosszat tettünk? Mivel a Frey állt legközelebb Surihoz, a lány az ő arcát láthatta a legjobban, de a halovány derengésben Arion ábrázata kísérteties zöldben játszott. A Mirali összehúzta szemöldökét, látszott, hogy a megfelelő szavakon töri a fejét. A lány jól ismerte, Arion nem szeretett hibázni. Sok idő múltán a Frey így szólt. A dergek nem engedik másoknak, hogy belépjenek Belgreikbe. Ez nagy... ez igen nagy gond. Suri egyre szaporábban szedte a levegőt. Arion kezét is szorosabban fogta. Nagy barlang, nyitott ajtó, nincs is ajtó. Nem akart sikoltozni. A sikoltozás még sohasem segített. Turával a rólban is sikoltozott. A zárva, az jó. Azzal, hogy zárva, lehet mit kezdeni. Ha a mögötte lévő ajtó zárva, akkor bármikor kinyithatta, amikor csak akarta. Ha tilos ide belépni, akkor miért kért meg minket fagy, hogy tartsunk vele? Töprengett Perszefóné. Nem tudom. Arion lassabban, megfontoltabban beszélt. Szerintem ők hárman követtek el valami rosszat, valami nagyon rosszat. Az óriás, ugye? Úgy vélem. Akkor vajon hagyni fogják, hogy elintézzük? Ők most beszélnek, azt hiszem. Úgyhogy várunk, de a dolog jó nekünk. Suri hallotta, ahogy az ajtó megzördül a keretében. Foglyul ejtettek minket egy teremben, ellenkezett Moja. Már hogyan lenne ez jó nekünk? Nem ejtettek foglyul, nem vagyunk foglyok. Még ha az ajtót be is zárták, Arion ki tudja szakítani a helyéből. Nem vagyok fogoly. Aki beteszi a lábát derg földre, annak halál jár. Tudatta velük Arion. Bezárt terem, jó, nem? Hosszú hallgatás következett, aztán Moja azt felelte. Kétségkívül. Suri nem nagyon kapott levegőt annak ellenére, hogy sűrűn zihált. A belégzések rövidre sikerültek, inkább csak szuszogott, mint lélegzett. Mi történik, ha nem tudnak megegyezni? Kérdezte Brin. Megölnek minket? Arion, szólította meg Perszefóné, ha így alakulna a helyzet, ugye teszel valamit? Arion habozott. Majd Suri. Holtra vált arcok fordultak a látó felé. A lány megrázta a fejét, még az sem érdekelte, hogy látja-e valaki. Képes vagy rá, ha hagyod magadnak, mondta neki Arion Freyjul. Megvan hozzá a képességed. Több beleszületett tehetséged van hozzá, mint bármelyik eddigi tanítványomnak. Csak tapasztalatra van szükséged. Ha megpróbálnád, sikerülne kifordítania ezt az ajtót a sarkából, vagy porrel zúzni a falakat körülöttünk. A látó Arion szellemsápat arcát nézte. Vajon mitől ilyen biztos benne? Suri, ha akarnád, 1 kilométeres körzetben minden derget elaltathatnál. Aztán elköthetnénk egy hajót, azt, amelyik csak tetszik, és kedvező szelet idézhetnénk, hogy hazavigyen minket, majd az idefelé vezető út töredéke alatt otthon lehetnénk. Te képes lennél mindenre, és képes is leszel. Csak ki kell tárnod a szárnyaidat, és elhatároznod, hogy elérkezett az idő a repüléshez. Arion elhallgatott, majd halkabban, kedvesebben hozzátette. Suri, amikor majd te is úgy akarod, hegyeket fogsz tudni megmozgatni. Nem akarok hegyeket megmozgatni, ellenkezett Suri, de a fejében közben ezt válaszolta. Azért azt a hülye ajtót jó volna kinyitni. Tudom.
Talán csak a fél homályt ette, de Orion ekkor nagyon szomorúnak tűnt, mint a menten elsírná magát. Ebben Feneliusra emlékeztetsz. Ő sem kért a képességéből, és úgy hitte, éppen ezért kapta. Mert ő ellen tudott állni a művészet csábításának, a megszállottságnak, amit a húrok érintése okoz. Ritka erő az, ha valaki szánt szándékkal kerüli a hatalmat. Gilindóra fényben megvolt, Feneliusban is, és úgy hiszem, hogy benned is. Nem tudom, ők kicsodák. Orion megrázta a fejét. Nem számít, amikor eljön az ideje, csodálatosan szép pillangó leszel. Én már annak is örülnék, ha csak ki tudná nyitni ezt az ajtót, döngette meg a fát Moja. Suri behúzta a nyakát a hang hallatán. De ha Suri mégsem menthet meg minket, kezdte Persefóné, akkor te megteszed, ugye, Orion? A Frey sokáig gondolkodott, ám amikor végül megszólalt, komolyan, ünnepélyesen szólt, mint a fogadalmat tenne. Igen, a kedvedért. Persefóné később visszagondolva rájött, hogy nem is kellett olyan sokáig várniuk, csak akkor tűnt soknak. Az apró helyiség sötétjében, ahol szembesültek bizonytalan sorsukkal, a másodpercek napokká nyúltak. Szabadulásukkor Persefóné úgy becsülte, csak néhány percre, legfeljebb egy órára voltak bezárva. Amikor az emberkék eljöttek értük, már másféleképpen bántak velük. Nem kiabáltak velük, és nem döfködték őket láncsákkal. Ehelyett egy vörös szakállú, kivételesen kövér, földig érő, élénk ment a zöld kaftánt viselő derg, kérte őket reszkető hangon, hogy legyenek szívesek követni őket. Minden oldalról közrefogták a csapatot, és már nem ugyanazok az arctalan, szürke páncélos katonák. A helyükre jól öltözött törpök kerültek, akik minden esetre egytől egyik kardot viseltek a derékövükön. Persefónét és a többieket annyi folyosón vezették végig, hogy a végére a törzsfő már nem is tudta követni, merre felé járnak. Nem mintha lett volna bármi fogalma arról, merre felé juthat el a hajóhoz, olyan fejvesztett rohanásban hagyták el a kikötőt. Arra számított, hogy valamiféle trónterembe fogják vinni, hasonlóba, mint amilyen az Elorriszti nagy kupolás csarnok. Ám helyette egy apró dolgozószobába vitték, ahol fagy, ár és eső már vártak rá. A helyiséget nem lehetett tágasnak nevezni, de elég szék állt benne ahhoz, hogy mindenki leülhessen. A társaság előtt egy míbesen faragott, állatpofát mintázó kandalló ropogott, és meleg, kellemes fénnyel töltötte meg a helyiséget. A tűzszel jobb oldalán robosztus, praktikus asztal állt, amelyen különböző szerszámok hevertek. Fémreszelékek, régi olajos és elnyűjt fából készült dobozok, mindenféle fémlimlomok. Az asztal felületét mély karcolások rondították. A szoba egyik szélén egy halom nedves rongy hevert, míg a másik oldalon egy fémvödör állt a padlón, valami sárga folyadékkal megtöltve. Talán onnan jött az a fanyar, gyantás illat is, amely betöltötte a helyiséget. A kandalló falán végelátratlanul sorakoztak a polcok, csiszolt fehér márványfogantyúkkal ellátott apró fiókok. A baloldali falra nagyméretű, ám rendkívül vékonyra cserzett állati bőrt szegeltek, amelyre egy különös képet festettek. Nem olyan szépet, mint amilyennel Brin díszítette az otthonát. Ez az aprólékos részletességgel kidolgozott ábra több száz gyűrűkben összekapcsolódó vonalat tartalmazott, mint egy nagyon nagy, kivágott fa tönkje. 9 négyzetes üveglappal ellátott ablak nyílt a jobb oldalon. Üveg. Persefóné csak Elorriszben látott ilyet, és nem hitte, hogy a többiek valaha is találkoztak hasonlóval, persze Orion kivéve. Az odakint uralkodó sötétség miatt az átlátszó anyag most csupán a riadt arcok tragikus képét vetítette vissza. Kérlek, foglaljatok helyet, mutatott a vörös szakálló derg a székekre, amikor a szoba ajtaját kívülről bezárták.
A kísérőik átkeltek a termen, és várták, hogy a foglyok engedelmeskedjenek. Végül az asztal mögött a rozsdás széken ülő törp megszólalt. A neve Grombak Egg Prigmúr. Karik polgármestere és iparos mestere vagyok, mondta erős derg akcentussal. A legtöbb hangot a torka mélyén képezte, és csak utána köpte fel őket, amíg kemény élt kölcsönzött a szavaknak. Úgy értesültem, ezek hárman invitáltak benneteket ide. Igaz ez? Mindnyájan Perszefónéra néztek, még Arion is. Igaz, felelte a nő. Úgy hallottuk, hogy gondotok akadt egy óriással, és azért jöttünk, hogy megszabadítsunk tőle titeket fegyverekért cserébe. Miféle fegyverekről beszélünk? Perszefóné rájött, hogy nem gondolta végig, mi volna a legmegfelelőbb. A népe mindig is láncsákat és szekercéket használt, de talán kardokkal és pajzsokkal többre mennek. Fagyra pillantott, aki a kis fiókokkal szemben ült, és épp olyan idegesnek tűnt, mint amilyennek a nő érezte magát. Kardokról, határozta el magát, amelyekkel ki lehet állni a frejek ellen. Grombak észrevette a lapos pillantásokat, majd összehúzott szemöldökkel tekintett Fagyra és Árra. Miért? Háborúba kezdünk ellenük. Grombak szeme elkerekedett, és azonnal Arionra nézett. Ez nagyon különös, nagyon-nagyon különös. Egy darabka fényes szürke, ellalakban meghajlított fémdarabbal babrát, oda-vissza forgatta az ujjai között. Mi egyességet kötöttünk a frejekkel, ezt biztosan ti is tudjátok. Szigorú, erősen korlátozó jellegű egyességet. Az egyesség megtiltja, hogy fegyverekkel kereskedjetek? Kérdezett vissza Perszefóné. A derg felnézett. Nem egészen, de biztosra veszem, hogy csupán azért nem, mert soha senki sem gondolta volna, hogy... Egyszerűen nem hiszem, hogy igazán különös. Ismét Arionra pillantott, ezúttal gyanakvóan. Azt hiszem, az volna a legjobb, ha hazaküldenénk benneteket, és úgy tennénk, mint ez az egész sohasem történt volna meg. Azt nem teheted, bukott ki Fagyból, és Perszefóné úgy érezte, sok minden elhangozhatott itt, mialatt ők a másik terembe várva várakoztak. Ők az egyetlen esélyünk, tette hozzá Fagy halkabban, de nem kevésbé kétségbe esetten. Nincs okunk azt hinni, hogy bármit is tehetnek, válaszolta Grombak. Gondolod, feltettük volna a nyakunkat erre az útra, ha nem hinnénk bennük? Ha nem volnánk biztosak benne? Ár Ariogna bökött. Ez egy miralit, amilyen Fenelius is. Láttuk, hogy megnyitja a földet, hogy eltemessen egy óriást. Surira bökött. Ez meg itt a segédje, és megölte ugyanazt az óriást. Ha valaki tehet valamit, akkor ők azok. Meg kell engedned, hogy megpróbálják, csatlakozott ismét Fagy. Félszegen nézett végig mindnyájukon, és hozzátette. Most már egyikünknek sincs más választása. Miattatok nincs, kiáltotta Grombak, mert nem bírtátok békén hagyni. 6000 évig raboskodott. 300 legbátrabb harcosunk adta az életét, hogy fogjul ejtse, ti meg... Még többet is mondott volna, de inkább lakatot tett a szájára, és vett néhány mély lélegzetet. Visszafordult Arion felé. A te fajtád és az enyém nem kedveli egymást. Egy vértenger választ el minket egymástól. A törvény egyértelműen fogalmaz. Ha szabadon engedlek Szentvárosunkban, Nidben, akkor engem Drumindor tüzébe vetnek, ahogy ezt a hármat is. De hát nem te parancsolsz a népednek? Csodálkozott Perszefóné. Grombak felúszta a szemöldökét. Persze, hogy nem. Mondtam, hogy én csak Karik polgármestere vagyok. Akkor nem a néped vezetőjével kellene tárgyalnunk? A nő Fagyhoz intézte a kérdést, aki sebesen megrázta a fejét. Nincsen már királyunk, törte meg eső a beálló csendet. Mideon volt az utolsó belgi Gruglerián uralkodó. Amikor a lánya Beatrice meghalt, vele együtt kihalt a vérvonal és a királyi cím is. Akkor meg ki a vezéretek? Grombak egy pillanatra nem is tudta, hogyan válaszoljon. Nos, hát senki. Minden városnak és falunak van polgármestere és közgyűlése, magyarázta eső. Éppen ez az egyik dolog, amit helyrehozni remélünk.
lépett előre fagy. Vissza kell szereznünk a kőtront, megkoronázni egy új királyt, és helyreállítani a királyságot, hogy a népünk újra dicső lehessen. Az uralkodó hiánya megosztotta, viszálykodásra károsztatta a népünket. Túl sok apró cseprő vita dúl közöttünk. Minden falunak megvannak a maga szokásai. Még egy szekeret sem lehet eltolni Hás udvarból Drumindorba, mert közben megváltozik az út szélessége. Így hogy lehet bármit is elérni? Mostanra nem vagyunk különbek a runáknál, és ez rányomja a bélyegét a mesterségeinkre is. Lassan elfeledjük a régi módszereket, mert a szerszámokat és leírásokat maga alá temette a hegy. Perszefóné egyenesen Grombakhoz szólt. Szóval, ha te vagy a vezető, ezen a helyen legalábbis, akkor tárgyalhatunk, nem? Ha senki sincs, aki ellenezhetni, akkor... Nem hallottad, amit mondtam, kiáltott fel a törp. Mindenki ellenezni. A csőcselék összegyűlne és elvinnének Drumindor tüzéhez, és nekik nem okozna gondot a szabálytalan úton közlekedni. Gromba gyilkos dűvel merett fagyra, aztán a szakállát kezdte simogatni, közben a szeme jobbra-balra járt. Szuszogott, nyögött, aztán végül felsóhajtott. Habár, kezdte, összeszorította az állkapcsát, szája széle legörbült. Ha semmit sem teszünk, akkor meg... Felkelt és odament a falon függő árához. Balgargarat 2 napja érkezett a nagy üllőhöz, megkobogtatta a rajzot. Visszhang és Kem csapatokat vezettek oda, hogy lezárják a Rólbergi nagykaput. Ismét megbögdöste az állatbőrt, ezúttal egy másik helyen. Az előfeszítéseik semmit sem értek, már nincs sok időnk. Kem úgy számolja, 3 hetünk maradt. 2, mondta Eső meggyőződéssel. 2, nézett rá Grombak bizonytalanul. Fagy és Ár is bólintott. Ha Eső azt mondja, 2 hét, magyarázta Fagy, akkor az 2 hét. Grombak leeresztette a vállát, a karját ernyetten lógatta, a fejét lehajtotta. Végünk van. Grombak, folytatta a fagy, ha ez beválik, egész Nít újra megnyílik, végre hazatérhetünk. De ha nem, akkor úgy is halott leszel, ha csak el nem vonszolnak Drumindorba. Ők a legjobb esélyünk, mutatott Perszefóné csapatára. Talán az egyetlen esélyünk. Van velük egy Miralit. Amikor Fenelius létrehozta Mador hegyét, összezúzta a teljes 10. és 12. zászló aljat. Balgargarat megsemmisül. Grombak úgy látszott, kezd hajlani a megoldásra. De fizetség nélkül semmit sem teszünk, a fegyverek nélkül, tette hozzá Perszefóné. Karik polgármestere ránézett, majd bánatosan felnevetett. Ha képesek vagytok erre, a Belgiri Glugrelian nemzet adományoz nektek 10 bronzkardot. Ezt nem mondhatod komolyan, fakadt ki Moja. 10-et? Úgy hallom, ez az óriás veszélyt jelent az egész kultúrátokra, te meg 10 kardot ígérsz. Felejtsd el, küldj haza minket, ahogy eredetileg akartál. Intézzétek el magatok ezt a balgárgaratot. Moja, kérlek! Perszefóné pillantása azt üzente, majd én megoldom. Moja saját szemforgatásával felelt rá. A figyelmét Grombakra fordítva, Perszefóné így szólt. 10 000 bronzpengét akarok. 10 000-et? Grombak szeme elkerekedett. Abból nem lesz semmi. Perszefóné megfeszítette az állkapcsát, és csak némán bámult rá. Felajánlok 100 kardot, mondta a törp. 1000-et, követelőzött Perszefóné. Még így is 9 000-rel kevesebb, mint amennyiért jöttem. Lehet, de attól még nevetséges szám. Nem tudok kikovácsolni 1000 kardot, még nyersanyagom sincs hozzá. És az ott? Kérdezte Ariona szürke fémre mutatva, amellyel a törp játszadozott. Grombak lenézett a kezére. Ez, habozott, majd az egyik fiókba rejtette a darabot. Ez semmi. Ugyanebből a fémből vannak a fegyvereitek, nem? Ahhoz neked semmi közöd. Perszefóné értette a kérdés lényegét. Persze, ti ezt a szürke fémet használjátok, vagyis biztosan rengeteg van belőle. 1000 darab ilyen fegyvert akarunk. Az ajánlatom 100 bronzkard, szögezte le Grombak. Akkor intézzétek el az óriást egyedül, replikázott a törzsfő. Nem vívhatok háborút 100 fegyverrel, mindegy, miből készülnek. Adj 1000 olyan fegyvert, amilyet a népetek használ, vagy engedj utunkra.
A törp megrángatta a szakállát, aztán fagyra, árra és esőre pillantott, akik bátorítóan bólintottak. Jól van, rendben, 1000 fegyver, de a frejjeknek nem árulhatjátok el, honnan szereztétek őket. Tudni fogják, hogy Belgrig Lugrelian fegyverek, de azt nem kell feltétlenül tudniuk, hogy én adtam őket. Megegyeztünk? Megegyeztünk. Állt fel Persefóné. Megszabadítunk ettől az óriástól, te pedig adsz nekünk 1000 szürke fémből készült kardot. Óriástól? Grombak tétovázva pillantott rá. Ugye tudod, hogy Bálgárgarát nem óriás? Ők azt mondták, mutatott a nő Árra. Állati nagy, úgyhogy lényegében igaz a dolog, de mégsem Grammóri. Akkor meg mi? Kérdezte Arion. Bálgárgarát egy démon.